Szóval gyors szalonmintákkal készültem nektek. Most a modellem körme nagyon rövid, mivel kozmetikusnak tanul, így nem lehetett hosszabb körmöket készíteni. Van, aminek lekentem az alapszínét, van, aminek nem. A mutató ujjára az új Hypnotic 107-es színt választottam. Nem tudom, a kivetítőn mennyire látszódik, ez egy ilyen petrol árnyalat, ilyen kékes-zöldes, és ehhez fogok használni a designer zselékből a fehéret. A keverőpalettát, amit már a Katiban mutatott, láthattátok, hogy itt vannak a színkódok rajta, ami segít a színárnyalatok kikeverésében. És most ide ki fogok rakni egy kicsit a fehér designer zseléből. Ecsetből a Shadow Art ecsetet fogom használni. Felveszek egy kis zselét, tehát nem fixáltam le, nem raktam toppot az anyagomra. Úgy veszem fel a designer zselét, hogy vékonyan legyen az ecseten. Itt elől még van két hely. Ott benn is van még két hely, úgyhogy nyugodtan gyertek lejjen. Egy picit áttetsző szirmokat tudjak készíteni. Ezen át fog ütni ez a kékes árnyalat, és egy ötszírmú virágot fogok készíteni. Egy nagyon gyors szalonverziót. Mivel ugye a ragacsos rétegen dolgozok, ezért teljesen jól összemocsódik a fehér és ez a kékes árnyalat. Egy kis szabálytalan szélű, kerek szírmú virágot készítek. Ide a két szírom közé még kettőt. És jó, kitörlöm az ecsetet, hogy áttetszős legyen egy picit. Azt elfelejtettem mondani, hogy elvileg a Brill World oldalon van egy rögzített posztunk, igen, és ugye oda föl tudjátok rakni a kérdéseket, úgyhogy ha valaki nem szeretne bekiabálni, akkor ott nyugodtan írja meg a kérdését, de be is kiabálhattok, és akkor persze válaszolunk. Jó, hogyha valahol vastagabb, akkor még egy teljesen tiszta ecsettel vissza tudok szedni az anyagmennyiségből. Rak be, légy szíves, a lámpába. Meg kell várnunk a teljes köttetést, és ezután a matte extra toppal fogom borítani a felületét. Itt van még két hely elől. Ilyenkor fél percre rakom a LED lámpába. Kiveheted? És ezután a matte extra toppal fogom fedni. Jó, be is rakhatod. Majd vagy a contour white-tal, a contour zselék közül a fehéret használom, vagy pedig ugyanúgy használhatjátok a designer zselét is kontúrozáshoz. A contour white és a designer, vagy a contour zselék és a designer zselék között az a különbség, hogy a designer a legsűrűbb állagú. Azelőtt van a sima 3D zseli, amit majd szintén fogok a nap folyamán használni, és előtte pedig ez a contour zseli. Majd ami még hígabb állagú, azokkal is tudtok vékony vonalat húzni, azok pedig a gózselék. Kintről a középpont felé fogok kontúrozni. Nem minden oldalát fogom, csak egy-egy részletét fogom kiemelni. Mindig úgy veszem fel a zselét, hogy minden egyes sziromnál felveszek egy újabb adagot az ecsetemre. És ugye mire beérünk a középponthoz, addigra elfogy az anyag.
gyertek le, itt van hely. És mondjuk csak ide egy kicsit. Be is rakhatod a lámpába. Ezután nail art glue-val, ahogy megkötött, strasskő ragasztó zselével egy pöttyöt fogok a nullás csettel a virágom közepébe helyezni, és egy strasskövet fogok kisváltad felhelyezni rá. A strasszok felhelyezéséhez célszerűbb egy régebbi nullás ecsetet befogni, mert szárítja a szőrét. Tehát akinek van régebbi ecsete, inkább azzal vigye fel a ragasztózselét. Jó, egy picit köttetjük, és akkor el is készült az első mintám. A következő minta egy nagyon egyszerű levélminta lesz. Ehhez alapszínnek a 107-es Brassengó zselét használtam, és a 107-essel fogom kombinálni. Hát látjátok, ez egy ilyen kakaó és egy ilyen csoki barna árnyalat. Nagyon szép meleg színek, és tényleg ezek azért hiányoztak a palettából. A fényből le tudunk venni egy kicsit, mert szerintem ez a reflektor most nem kell. Ide már alapszínnek felkentem a 107-es árnyalatot, és a 107-essel a nullás ecset segítségével egy ilyen téglalapot fogok ide felfesteni. Én nullás ecsetből most a nail art brush ecsetünket használom. Nagyon szeretem a szalonmunka során is. Azt gondolom, hogy a szalonmunkában, amit leggyakrabban használok, ecsetek a egy nullás, egy shadow art, vagy shadow pro ecset, és az acryl art ecset. Aki még esetleg most kezd, most ismerkedik a díszítésekkel, azoknak célszerű első körbe ezt a három ecsetet beszerezni a díszítésekhez. Jó, be is rakhatod a lámpába. Mivel nálam most nagyon szeretik a mattot, ezért rengeteget használom a szalomba, és ezt is mattal fogom borítani. Még egy picit maradjon. Ki is veheted. Rakd be, légy szíves. Majd újra a contour white. Legtöbbet ezt a zselét használom a vonalakhoz és a kontúrokhoz, és ennek a metál árnyalatait. Majd fogok azt is mutatni, nagyon szép színekben kapható. Van belőle ezüst, sötét ezüst, arany, és a kedvencem, meg azt hiszem, hogy mindannyiunké a metal rose. Vedd ki, légy szíves. Ezután be fogom keretezni ezt a kis téglát, és ugye egy matt alapon fénylik majd a minta. Majd ezt a vonalat lehúzom végig. Ezután egy ilyen gyors levelet készítek ide, úgyhogy először meghúzom a levél középvonalát, utána kezdem kiszélesíteni. Kiszínezem, és utána az ecsettel áthúzom ide a túloldalra, picit ívesen. Majd ahogy a hely engedi, ide még rakok egy pici levelet, de ide már jóval kisebbet. És ide lentre is egy ilyen lefelé fordulót. Majd szintén a levélből fogom a... Itt legelő van még két hely. Lehet így kihúzni. Jó, berakhatod a lámpába. Hát ez egy ilyen villámgyors, amit 3 perc alatt el tudtok készíteni
vendégek számára. A következő mintámhoz pedig a designer zselé új színéből a burgundit fogom használni. Látjátok, ez is egy gyönyörű színárnyalat. A palettámra ki fogom úgy rakni, hogy ide a fehér mellé fogom lehelyezni. Hozzá fogok keverni egy pici fehéret. Még egy kicsit. Jól láttok most, vagy még mindig jó lenne, ha a fényből egy kicsit visszavennénk? Megpróbáljuk, hogy egy kicsit levesszük a fényt. Már dolgozik rajta a medve, úgyhogy reméljük, nem zúg majd. Alapszínnek a Hypnotic 68-as árnyalatát fogom használni. Nagyon szép nude szín, a másik kedvencem pedig a 31-es. Szerintem éves szinten a legtöbbet használom géllakkok közül ezt a két színárnyalatot. Picit köttetjük. És ugye közben már addig kikevertem a burgundinak két világosabb árnyalatát. Ezt a három színt fogom használni a virágomhoz. Hát ki légy szíves. Itt is ragacsos felületre fogok dolgozni. Fölrakja az a kezét, aki mellett van hely, mert látom, hogy még keresgélnek. Itt, ott is van kettő, itt mögötte is látok egyet, itt elől is egyet. Gyertek nyugodtan lejjebb. Igazán őszintén mindig erre vártunk, hogy eljussunk oda. Tudom, hogy ti nem örültök annyira, de hogy tényleg így teljesen telt ház legyen. Úgyhogy ez most tényleg nagyon-nagyon jó látni. Vedd ki, légy szíves. Jó, megvan az alapszínem. Most a középső színt fogom először használni. Lehet, hogy egy kicsit fogok keverni hozzá. Elég legyen biztosan. Felfestek egy három szirmú virágot, aminek itt a felső pontja kicsit keskenyebb, kicsit szélesedik, és így hosszúkásan elnyúlik. Ebből fogok hármat készíteni. Egy. Ez berakhatod a lámpába. Ilyenkor körülbelül még úgy néz ki, mint egy propeller. Majd egy pici köttetés után a világosabb árnyalatot fogom használni. És egy nagyon picit rárakom a szirmokra, az előzőkre. Tehát, hogy a hátsó félig takarásba legyen. Igen. Kicsit keskenyebbeket, mint az előző szirmok. Én azt javaslom egyébként, aki még most készül bevásárolni, hogy a designer színeket mindenképpen érdemes beszerezni, mert a szalonmunkában a leggyorsabban tudunk vele díszítéseket készíteni. Most ugye az új színeken kívül a régebbieket 15% kedvezménnyel tudjátok megvásárolni, tehát érdemes most beszerezni őket. Kiveheted? Ezután pedig a burgundi színt fogom használni, de most önmagában használom. Tehát nem kevertem semmivel, és ahol a világos és a sötét szín találkozik, tehát ahol a világos és a sötét összeér, oda fogok fölvinni ebből a nagyon szép árnyalatból. Jó, ezután jön a Shadow Art ecset.
és egy picit elmossuk az ecset hegyével. Amikor a tanfolyamokon vagyunk, ez örök kérdés, hogy ugye ott forgatjuk a tippeket mindenfelé. Itt ugye úgy fordulok az ecsettel, ahogy még nekem kényelmes legyen. Nyilván ez a szírom, ez az utolsó nem esik kezemre, ezért ilyenkor megkérem a vendéget, hogy így fordítsa át a kezét, és így fogom elmosni. Jó, most vissza is fordíthatod. És most az első szirmokra, ami a legvilágosabb, egy nagyon pici zselét veszek az ecsetem hegyére, csak éppen egy pöttyöt, azt lerakom, kitörlöm az ecsetet, teljesen, hogy ne maradjon benne semmi anyag, és picit rámosom a középpontból ezekre az első előtérbe lévő szirmokra. Majd újabb adag zselé lehelyezem, kitörlöm az ecsetet. És elmosom. Jó, most megint átfordítod. És van egy szösz. De azt gondolom, hogy ezt a típusú virágot is a legkisebb körmökre rá tudjátok festeni, vagy akár ha a sima géllakkozott körömről van szó. Berakhatod a lámpába. És most le fogom fedni. Itt is teljesen mindegy, hogy matra vagy fényesre, fényes toppal borítjátok a körmöt, tehát mit kér éppen a vendég. Én most is a mattot fogom választani, mert mióta megjelent azóta, ha kell, hanem mindenki matt, vagy valamelyik újja legalábbis matt kombinálba viszem fel. Aki mellett van hely, és esetleg ott van a táskája, kabátja, kérlek, vegyétek az öletekbe, vagy rakjátok a háttámlára, hogy legyen még hely azoknak, akik a lépcsőn ülnek. Illetve föltennétek ismét a kezeteket, hogy hol van hely? Nézzétek meg, hogy azért elég sok hely van, nyugodtan gyertek lejjebb. Megköttetjük, és újra a Contour White zselét fogom használni. Jó, egy 20 másodperc után kiváltad a lámpából. És ezeket az előtérbe lévő szirmokat fogom kiemelni a zselével. Belehúzok egy-egy ilyen vékony vonalat az első szirmokba. Jó, majd jövök ide a hátsóhoz, itt is a szélét kiemelem. Na most van az, hogy már nem esik kezemre. Ilyenkor átfordítjuk. Én mindig azt szoktam mondani az oktatáson is, hogy ti ültök ott egész nap, tehát nektek kell, hogy kényelmes legyen a szalonmunka, mert a vendég azt az egy-egy órát azt kibírja, de nekünk ott egész nap kell a vendég körmét készíteni. Jó, még itt pedig már így fordítjuk ki, hogy picit oldalra. És a hátsónak az egyik felére. Továbbra is, ha valakinek van kérdése, nyugodtan kiabáljon be, vagy a Brillbird oldalon a rögzített poszt alá írja meg, és akkor megkérdezzük el át. Jó, ki is váltad ilyenkor? Elég egy 5 másodperc ahhoz, hogy megkössön annyira, hogy esetleg, ha hozzáérek, akkor ne nyúljak bele a felkontúrozott vonalakba. Majd felveszek az ecsetre úgy anyagot, hogy egy kis gombóc legyen az ecsetem végén, és lerakom ide a felső részre. Ilyenkor kitörlöm az ecsetből a jelentős zselét, és csak ebből a pötyből húzom ki vékonyan a vonalat.
Jó, itt a másikat ide picit föntebb helyezem. Itt is kiszedem a felesleges zselét, és innen húzom be a középpont felé. Most átfordíthatod. Jó. Itt ugye ebbe az irányba ment, akkor a másik oldalra, ugye ellentétes oldalra fogom lehelyezni a kis pöttyöt. Kitörlöm az ecsetből, és behúzom a középpont felé. Így. És ugye az a zselépötty, rak bele egy szíves a lámpába, amit oda lepöttyintettem, az teljesen elég ahhoz, hogy meghúzzam a vonalat vele, mert hogyha sok zselé van rajta, akkor ugye vastagabb lesz értelemszerűen a vonalam. Majd ismét ugye Nailart glue, és rakok egy strasszot a közepébe. Nem tudom, hogy láttátok-e a katalógusban, megjelentek az új strasszkövek is 4 színben és 6 méretben. Én ezekből ezt az AB-set használom most, csak kiraktam egy ilyen fémdobozba. Jó, a középpontra felviszem. És így az ecsetem, mert a Nailart glue-t ráhelyezem, és így alulról fogom meg a strasszkövet, vagy akár egy strassz felszedő ceruzát is használhattok, és így átfordítom az ecsetet, és azzal fogom belenyomni a középpontba. A következő díszítésemnél a alapszínnek a Go 62-es zselét használtam, tehát a Brush & Go-ból a 62-est, és ehhez fogom használni az új Hypnotic színekből, biztos láttátok már gyönyörű csillogó glamour hatású géllakokat. Ebből is ezt a 111-est, ami ilyen grafitos, kicsit barnás színárnyalat, hát nagyon szép, matton is gyönyörű egyébként, tehát hiába csillognak, a lemattítva is nagyon szépek a csillogós lakkok. Petki, légy szíves. Tehát ennek a Go 62-es az alapszíne, és vissza van mattítva. Ilyenkor ugye vagy kirakhatom a palettára az anyagomat, vagy esetleg, ha vastagabb részt szeretnék festeni, akkor akár az ecsettel is el tudom készíteni. És ugye újra shadow art. És itt is egy ilyen kis tégla alakzatot fogok felrajzolni. Ugye még kontúrozni fogom, tehát nem baj, ha a szélei nem teljesen pontosak. Jó, és berakhatod a lámpába. Majd ezután a forming zselét fogom használni. Meg egy kis cleanert. Közben jött egy olyan kérdés, hogy a továbbképzési katalógusra az van ráírva, hogy 2018-as, ez még mindig az aktuális továbbképzési katalógusunk, ezért kaptátok ezt. De a Brillbird oldalán megtaláljátok mindig a legfrissebb. Így van, majd utána, de lesz egy ilyen rövid prezentáció, megmutatom, hogy lehet rákeresni. Jó, ecsetből az acryl art ecsetet fogom használni. Ilyenkor fontos mindig, hogy a forming zselét használjuk, hogy töröljük meg a kezünket, mert így is mindig a levegőből lévő szőszpor könnyen beletapadhat. És a forming zseléket mindig lezárva kell tárolni, tehát ne hagyjátok nyitva a lámpa előtt, mert könnyen megköt. Hát ugye a változatosság kedvéért a matte extra top, majd a többiek bemutatják az új toppot. Rak be, légy szíves.
És én nagyon pici gombócokat fogok gyurmázni. A spatulával akár ketté is tudom vágni. És én amikor ilyen kicsik, akkor a díszítő tűm hegyére szoktam felvenni. És megvárjuk, hogy lemattuljon teljesen. Petki, légy szíves. És le fogom ide helyezni. Utána így szétlapítom kicsit a tű segítségével. Majd belemártom a cleanerbe a akrilárt ecsetet, és az ecsettel ellapítgatom. Nagyon jól lehet formázni. Ja, akik nem szerették a porcelán virágokat, azoknak itt a forming zselé, amivel ilyen kis porci hatású virágokat tudunk készíteni. Az ecsethegyével vissza is tudom nyomni, hogy ilyen kis szív alakú szirmokat készítsek. A forming zselé nagyon gyorsan megköt, tehát elég egy pár másodpercre bejezni a lámpába, hogy tudjak tovább haladni. Viszont ha nyitva adjátok a tégelyt, akkor előfordulhat, hogy bekötnek benne a darabok, és amikor viszitek fel a körömre, akkor nehézséget okoz, tehát ki kell szedni belőle. Most épp én egy szöszt vadáztam ki. Lehelyezem, elnyomogatom a tűvel, elnyújtom olyan hosszúra, amilyenre szeretném. Cleaner, leítatom a felesleget, és elkezdem az ecsettel kilapítani. A forming zselékkel gyönyörűségeket lehet alkotni, ugye ez most itt a legegyszerűbb verziója, amit én mutatok most nektek. Jó, berakhatod. Ebből leveszek egy kicsit. Ebből még egy kicsit sok. Nem akar úgy állni, hogy én akarom, most jó. Jó, eligazgatom. Utána cleaner, és ellapítom. Ilyenkor mindig úgy pörgetem az ecsetet, hogy egy pontba álljon a szőre. A középpont felé vékonyítom, egy kis csepp alakra, és utána terítem szét olyan formára, amilyenre szeretném. És ezzel a zselével szerintem elkészíthetők olyan kis virágok, amik nem zavarják azt se, aki a téli szezonban már harisnyát hord rendszeresen, tehát nem fogja széttépni neki, meg kiszakítani. Jó, be is rakhatod. Majd ezután a burgundi zselével fogom egy nagyon picit a középpontját megárnyékolni. Itt is a Shadow Art ecsetet fogom használni. Felveszem ezt a mini kis gombócot, oda rakom a középpontba. Teljesen kitörlöm az ecsetet, mert az untig elég lesz hozzá, hogy elmossam. És a középpontnál sötétebbre hagyom, és ahogy haladunk a szirmok széléhez, akkor világosítom vagy szépen elmosom az anyagomat. Lehelyezem ide is, kitörlöm az ecsetet, és picit elmosom. Jó, az utolsó. Ott is. Kitörlöm, és elmosom egy picit. Jó, rak be, légy szíves. Itt ugye lehetne bonyolítani az egészet, hogy most megkontúrozom a szirmok széleit, akár egy kontúrzselével, tehát
kinek mire van ideje még a következő vendégig. Ezután a Metalroz kontúrzselét fogom használni, ő az én egyik nagy kedvencem, meg szerintem sokunknak. És most ez is akciós. És ehhez fogok keverni az új burgundiból. Én a kontúr metal színekhez is rendszeresen keverek az adott színből, amit használni szeretnék. Ugye itt kapok egy ilyen metal rose-nál egy kicsit sötétebb, burgundis árnyalatú kontúrzselét. És ezt fogom használni. Most nem tudom, hogy a kivetítőn mennyire látszik, de majd megnézitek élőben, hogy milyen színe lett. Beleforgatom az ecsetemet, vedd ki légy szíves. És ezt a kis tégla alakot fogom bekeretezni. És így metál lesz színben, harmonizáló lesz a virágom színéhez. És ki lehet egészíteni egyébként a díszítésemet, ugyanígy a metál zselével egy kisebb kocka alakzatot készítek ide. És ide az alsó részéhez is. Ami nagyon jó még a metál zselékben, hogy vastagon tudunk vele dolgozni, tehát 3D hatású kereteket lehet vele készíteni. Jó, be is rakhatod. Mivel az új szórógyöngyből nincs nálam, azt otthon hagytam, ezért egy pici strasszot fogok. Már mindegy, már lövettem egy SS3-as kis mini strasszot, amit szintén a Nail Art Glue-ba fogok belenyomni. Egyébként szoktam a 3D formingnál úgy is, hogyha nem köttetem meg a szirmokat, akkor a forming zselébe nyomom bele. Így ide helyezem. Felveszem a kis strasszomat. És így. Hát ez egy a formingnak egy nagyon gyors verziója. És úgy látom, nagyon jó állunk időbe. A következő mintánál pedig az új piros hipnotikot fogom használni, vagyis hát kettőt. Az egyik a 114-es, őt még nem tudjátok megvásárolni csak a szedben, és a 108-as. A 108-asban jobban jár, mindenki már hármat beszerez, mert az ünnepi szezonban szerintem nagyon imádni fogják. Ő szerintem olyan Ferrari piros, tehát nagyon szép árnyalata van, őt fogjuk használni, ki is veheted, mert utána még úgyis egybe megköttetjük. Most nem fogom felkenni teljesen oda a bőrig az anyagot, bőr mellett, mert mivel hogy mindenféle a modellemnek a körme, így le kell szedjem, mert nem mehet holnap dolgozni. Berakhatod a lámpába, légy szíves. De láthattátok, hogy egy rétegben is mennyire gyönyörűen fedett ez is, illetve a csillogó színek is nagyon-nagyon jól fednek. Az összes szín már egy rétegben nagyon jól fed, tényleg tökéletesek. Még egy picit hagyd bent, egy 20 másodpercig legalább. Jó, ki is jöhet. Ilyenkor a szalomban nullás ecsettel szoktam körbe felvinni az anyagot. Most csak azért nem, hogy könnyebb legyen majd leszedni. Légy szíves, rak be. És ehhez fogom használni ezt a 114-es csillámos pirosat. Hát én már a héten kentem ezt a vendégeknek, mindenkinek nagyon tetszenek az új színek. Szerintem most az őszi sorozat nagyon jól sikerült, bármelyik anyagtípusról van is szó. És lerakok volt a legnépszerűbb erre a vendégeidnél? Hát nálam ez a 107-es, úgyhogy van beküldve egy csomó köröm belőle, tehát ez van az én jobb kezemen is.
A másikon pedig a 34-es hipnotik, és hát ugyanez a virág, amit most festettem nektek. Azért jöttem ide hozzád, hogy megnézem, melyik az a 107-es, mert ez az a smaragdzöld, amit kamerán sose fogunk tudni megmutatni, se a glamourt, de tényleg egy gyönyörű smaragdzöld szín. Az oktatók közül is többen, akik már készítettek szalonkörmöket, használták. Bettinának is az volt a kezén mattítva, Trendmániában is már használtuk, úgyhogy érdemes megnézni ezt a színt kifestve ott a nyitott égelyeknél, mert tényleg nagyon-nagyon szép. És felviszem ezt a csillogós glamourt ide a körömágyra. Egyébként a 107-eshez szoktam használni a 11-es glamourt. Ez az, amit nem tudunk megmutatni. Nem olyan rossz most különben. Tehát ezt a kettőt ugyanúgy szoktam kombinálni, mint amit most fogok készíteni. Tehát oda raktam a piros géllakkot, ezt a csillámosat, és utána a Shadow Art ecsettel elmosom. Úgy, hogy a töményebben ott hagyom a körömágynál, és ahogy megyek lefelé a köröm végéhez, mosom el az anyagot. Ami ugye előnye ennek a palettának, amire keverem a színeket, hogy le tudjátok törölni egy mozdulattal a kis lapocskáról. Jó, még egy picit vettem ki a tégelyből. És így lemossuk egy picit ide. Jó, dobd is be a lámpába. Közben, amíg megköt, ugye ezt is a fényesen hagyjuk, úgyis nagyon szép matton is, tehát kinek hogy tetszik. És most a sima 3D zselét fogom használni. Tehát ez nem a forming, hanem a sima 3D gél. Ebből kirakok ide a palettámra. Ami fontos, hogy mindig többet rakjatok ki belőle, mert nem tudod ilyen kanalazó mozdulattal könnyedén felvenni másképp. És mivel nekem ő túl sűrű, ezért keverek bele contour white-ot. Mihez tudod használni még ezt a 3D zselét? Mert ez többször el szokott hangzani kérdésként. Vagy leginkább ilyen 3D mintához szoktam? Igen, ez csak 3D mintához. Akár rózsa, ilyen kis szirmú virágokhoz. Fenyőfa. Tessék? Fenyőfa. Fenyőfa. Ilyen kis non-figuratív dolgokhoz. Le kell fedjem most egy toppal, megint ez a mat vagy fényes legyen mat, mert így fényesen úgyis látjátok, hogy csillog-villog. Most jó napom van, minden mat lesz. Babette, fényeset fogsz? Jól van akkor. Nekem a csillogó színek is nagyon tetszenek egyébként mattítva. És jön a strasszkövek közül ez a, amit a Kati nem tudott megjegyezni, ez az aurum, ami nehezebben ment. Ilyen kis színjátszó arany, nagyon szép színe van. Ezt fogom most használni. Ebből is a legnagyobbat. Most már annyi tégely van, hogy már nem látom, hogy mi hol van. Nail Art Glue. Vedd ki, légy szíves a lámpából. És látjátok, hogy matton milyen színe van a csillogónak. Lehelyezek ide egy adag Nail Art Glue-t, majd megfogom hátulról a strasszkövemet, és rábillentem. Jó. Ilyenkor visszatolom a helyére, rányomok, és mehet be a lámpába. Te mivel szoktad eltávolítani a köveket, mikor visszajönnek a vendégek? Én a csípővel. Köröm csípő? Igen. Igen, és pattog mindenfele. Egy védőszemüveg azért nem árt hozzá, de nekem így a szalomban nincs arra idő, hogy oldjam a köveket, tehát azért így gyorsan kipattintgatom.
Na, nézzétek a 3D zselének az állagát. Tehát úgy veszem fel a zselét, hogy ez a kis nyúlvány ott legyen a végén. És úgy a jó, ha mindig így egy kupacba van rendezve, hogy egy kanalazó mozdulattal fel tudjam venni. Milyen ecsetet használsz most? Hát a nullást kínzom mindig, azért szokott így, hogy a hegy néha elhajlik, de akár ugye a shadow art is lehetne, tehát kinek melyik a kedvence. Úgy fogom lerakni, hogy először ezt a kis nyúlványt engedem a körömre, és utána lehelyezem teljes szélességébe, ahogy szeretném. Kihúzom az ecsetet, ezáltal ugye elvékonyodik, és utána kezdem el ráhajtani egy kicsit a strasszkőre. Jó, fordítom. És ugye addig még nem rakom be, addig tudom lapogatni, nyújtani az anyagot. Jó, most rak be egy picit köttetni. Ilyenkor elég most is egy 10 másodperc, hogy tudjak tovább haladni. Lerakom ide a másik oldalra szintén. Ilyenkor teljesen az ecset testét vízszintesen tartom. Arra kell figyelni, hogy ennél a zselénél hirtelen mozdulatokat ne tegyünk. Tehát szép, óvatosan kihúzom belőle, és utána kezdem el kicsit ráfordítani a strasszkőre. Jó, villámköttetünk. És ilyenkor azt is lehet, hogyha túl laposan vettétek fel az anyagot, akkor a köttetés előtt még raksz rá, és úgy emeled magasabbra. Itt elől még van egy hely, meg ott is látok helyet, lejjebb tudtok jönni, ha szeretnétek, illetve itt még elszórtam, van egy-két hely. Jó, aztán ide fogok helyezni még egy ilyen kis szirmot. Lenyomom az ecset testét, rezegtető mozdulatokkal húzom ki belőle az anyagot, így. Ha akarom, akkor ugye, amit mondtam az előbb, még magasabbra, akkor így rá tudom helyezni még a következő zselégombócot. Csak az a lényeg, hogy ugye lassú mozdulatokkal mehet is be. Egyébként néha ez elfelejtődik, ez a zselé, hogy van, pedig ezzel is nagyon jó díszítéseket lehet készíteni, főleg ilyen kis barokkos stílusban. Ki is veheted. Ide lehelyezzük, így, és ezt már húzom így ide. Nem mászik el, nem folyik el, ide is így szélesen. Jó, mehet is be. Milyen színű szórógyöngyöd van, Babett? Ami kéznél van. Ezüst. És egy pici, köszönöm szépen. Nem kérek. Ugye ezek az új szórógyöngyökről pedig annyit kell tudnotok, ugye nem kopik már le a fénye, nem mattul, tehát ahogy megveszitek, abba a színben pompázik. Van belőle ezüst, ilyen rózsa-arany és sötét grafit árnyalatba is kapható. És itt pedig ide fogom helyezni a nail art glue-t, és egy kis kupac szórógyöngyel díszítjük. Berakhatod a lámpába, és megmutatom nektek, de készíthető vele ilyen 3D rózsa, akár ez is mattítva az új 111-es hipnotik. Úgyhogy ezt is el tudjátok készíteni, vagy ugye ezekkel a piros kombinációval, akár a Spider Gélből, ez az új sámpány szín van a mintámon, tehát nagyon jó kis díszítések készíthetők belőle, akár ilyen effekteket lehet készíteni transferfólia segítségével. Ezekről majd töltök fel videót a Brillbird oldalamra,
és akkor ott meg tudjátok nézni ezeket a gyors effekt mintákat. Hát el is készültem, már csak az olaj hiányzik. Tehát itt használtam ugye kontúrzselét az első mintánál, a másodiknál használtam a burgundit és szintén kontúrzselét, akkor volt egy kis forming, egy kis designer zselé, és akkor itt a legvégén ugye ez a 3D zselé és a kontúr keveréke. Hát ezek ilyen gyorsabb díszítések a szalon munkára, és hát köszönöm nektek a figyelmet. Köszönjük Erának is a bemutatót.